Köszöntöm nézőnket, dr. Fazekas Sándor földművelési miniszter úrral beszélgetünk, hiszen hamarosan kezdődik a új kenyér szentelése, a kenyér ünnepéről, augusztus 20-áról beszélgetünk. Milyen napja volt ma, hiszen azért gondolom, hogy a kenyér ünnepén nagyon sok helyen megjelent. Nagyon szép nap augusztus 20-a és Szent István király ünnepe, egyben az új kenyér ünnepe is, és ilyenkor az ember mindig felidézi a himnusz sorait. Értünk Kunság mezén, ért kalász, lengettél, Tokaj szőlőveszélyén nektárt csepegtettél. Ez mutatja azt, hogy a kunsági búza, a kunsági kenyér az régen is egyenrangú volt a legjobb borral, a világ legjobb borával, a Tokaival. És én örülök annak, hogy ma is elmondhatjuk, hogy a Kunság az egy olyan búzatermőhely, amely a legjobb minőséget képes az asztalra letenni. Kiváló kenyerek sültek a mai napon. Szolnokon a Kárpát-medence kenyerét, egy két mázsás óriás kenyeret vettünk ki a kemencéből, és én látom azt, hogy szinte minden településen komoly hagyományőrző rendezvények zajlanak. Mindegyiknek megvan a saját arculata, így Karcagon az arató felvonulás kezdődik hamarosan, illetve ér ide, kíváncsi vagyok, hogy az idén milyen, hiszen mindig meglepetés. És a többi településen is beruházások, átadása, megemlékezések zajlanak, különböző kulturális művészeti programok. Úgyhogy ez mozgalmas nap, még van előttem néhány helyszín, ahol majd köszöntenem kell a résztvevőket. Szent István gondolatairól is minden évben szoktunk beszélni. Van-e most olyan gondolat, amit kifejezetten aktuálisnak tart? Szerintem az egyik legfontosabb a Szent István életműből az a előírás, hogy minden tíz falu építsen egy templomot. Hiszen ezek a templomos helyek lettek később a vásáros helyek, a városok, egyfajta közösség szervező erővel is rendelkeznek. És itt a Kunságban jól tudjuk azt, hogy a közösségeknek milyen megtartó ereje van, hiszen mi Kunok az önkormányzatiságon, a kerület önállóságán keresztül tudtunk megmaradni, és ennek ma is megvan a jelentősége. Fejlődőképes, a kor kihívásaira reagálni képes önkormányzatok kellenek, és a Karcag ilyen, hiszen az elmúlt években megújult a város. Aki ide érkezik, láthatja, hogy a vasútvonal felújítása, aluljáró kiépítése, a kőúthálózatnak is, a Kunmadaras Karcagútnak a felújítása megtörtént. Aluljáró és felüljáró épült, megújult a kórház. Az ipari parkba munkahelyek létesültek, és most is folyamatban vannak beruházások. Középületek, óvodák felújítása is megtörtént, illetve folyamatban van. Sportlétesítmények, új strandfürdő épült. És ez a munka, ez átvezet a jövendőbe is, hiszen a belváros felújítása, további fejlesztések is várhatóak. Én ezt gratulálok Dobos László polgármester úrnak, az önkormányzatnak, és fontosnak tartom azt, hogy ne legyen szakadás, ne legyen törés ebben a városépítő munkában. Karcag ma a térség egyik leggyorsabban fejlődő települése. Miniszterelnök úr is, amikor ide látogatott, mondta, hogy 10 milliárd forint fölötti támogatás érkezett a városba. Ezt szeretnénk folytatni a jövőben is, és ez olyan önkormányzat kell, amely a hagyományok megőrzése mellett a fejlesztésekre is kiemelt hangsúlyt fektet. Én bízom benne, hogy a előttünk álló megmérettetésen a karcagi lakosok helyes döntést fognak hozni, és elősegítik azt, hogy az az erős magyar állam, amelyet István király épített, önkormányzataiban tovább erősödjék. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Huba Imrével beszélgetünk, hiszen negyedik alkalommal volt kenyérszentelés az arató felvonulás kapcsán. Kik készítették a mostani kenyeret? A Kerekcipó pékség részéről Laci Dénes és kedves felesége Erzsike készítették a kenyér és a péksütemény egyik felét, a másik részébe pedig a mi kis pékségünk, a Hubai család péksége Berekfürdőn segített be, és készültek el a kenyerek itt erre a nagyon szép alkalomra. Mielőtt nem volt kenyérszentelés, előtte perecet osztottak itt többen, tehát annak is nagyon nagy sikere volt, de ez a nem is tudom hány kiló kenyér meg perec pillanatok alatt elfogyott. Igen, az emberek ki vannak éhezve arra, hogy egy olyan közösség tagja legyenek, amelyik összetartó, és ez a karcagi közösség, ez nagyon nagy szerencsénkre elmutató, hogy összetartó közösség, és nagy élmény minden alkalommal ezt az áldást itt átélni, amikor a kenyérszentelőn meghallgathatjuk az áldást, és meghallgathatjuk azt, amit a református és a katolikus egyház képviselői számunkra üzenetként megfogalmaznak. Nagyon fontos, hogy minden nap lehessen friss kenyér az asztalunkon, mindennapi betevőnket ne csak fizikai testi értelemben
lelki értelemben is magunkhoz vegyük, és a család egységére, a család egységének fontosságára is odafigyeljünk, mert a közös családi körben elfogyasztott kenyér és megszegett kenyér az mindig a család összetartozását fogja a jövőben is hordozni magában. Gazdálkodóként azért utolsó kérdésként csak felteszem, hiszen a kenyérrel önök készítik is, de azért kell a hozzávaló is megtermelik. Hogyan látja, milyen lesz a karcagi kenyér a karcagi búzából? Szerencsére eső előtt tudtak aratni a karcagi gazdálkodók. Sajnos azt látom, hogy az eső után aratott gabonának a minősége az jelentősen veszített minden nap. Amikor megázott, akkor jelentős fehérje tartalmat és jelentős ütőipari értéket veszített az a kenyérgabona, ami lábon maradt, és még mindig van aratatlan búza a karcagi határba is. De az elmondható, hogy a nagy többsége, tehát több mint 80%-a idő előtt, eső előtt a jó időben sikerült betakarítani. Megfelelő a nedvesség tartalma, tehát hosszan eltárolható, megfelelő a fehérje tartalma, megfelelő a sütőipari értéke, tehát jó kenyeret lehet belőle sütni, és egészen biztos vagyok benne, hogy javító gabonaként fog megjelenni mind az ország, mind pedig az európai élelmiszerpiacon a karcagi búza. Reméljük így lesz, és jövőre akkor még jobb hírekkel tudunk beszámolni, hiszen akkor már 5. alkalommal lesz kenyérszentelés, és azért itt láttunk nagyon hosszú fonott kalácsot, tehát lehet, hogy valami rekordszerűség, mint a Ferdinándi kapcsán esetleg az 5. készülődik. Ez egy nagyon jó ötlet, és ki is fogjuk dolgozni. Szerkesztőasszonynak köszönöm szépen a javaslatot, és Erzsikével, a kerekcipó pékség mesterasszonyával meg fogom konzultálni, hogy hogyan tudunk egy rekordkísérletre szert tenni, és mi magunk is egy olyan kalácsot sütni, amiből abból az egy kalácsból megkínáltunk minden karcagit. A kenyeret azért nem mondom, hiszen azt azért már Szolnokon sütik, azt a 200 kilós kenyeret, tehát abban már azért nagyon újat nem tudunk, meg az annyira speciális, de akkor reméljük, hogy a kalácsban akkor tudunk újítani. Én azt kívánom, hogy akkor legyen jó az a kenyér, amit idén elfogyasztanak itt Karcagon. Köszönöm, és én is ezt kívánom minden kedves tévénézőnek. Most hányfajta kenyeret hoztak, és egyáltalán milyen újdonságokkal lepték itt meg a nagy érdeműt, hiszen azért voltak különleges dolgok is ott a színpadon. Igen, olyan 5 kenyeret hoztunk, ebbe volt diabetikus kenyér is. Arra azért nem volt lehetőség, hogy itt ismertessük a kedves vendégekkel, hogy mit esznek, nem biztos, hogy ők csészlik. Feltelten kenyere, mint féle süteményt is. Azért, hogy apró sütemény legyen, és minél több embert meg tudjunk kínálni. Egyébként aki a közösségi oldalukat nézi, az azért mindig értesül arról, hogy kísérletező kedvű a kerekcipó, hiszen sok-sok újdonságot kipróbálnak. Ezek mennyire jönnek be, mennyire szeretik a karcagiak? Mindig azért visszajelzés az jó, sikerül mindig valami újabb terméket bevezetni, csak az a baj, hogy ilyenkor egy kicsit elaprózzuk magunkat, mert a régi termékek is megmaradnak, és egyre több terméket gyártunk. De hát azt hiszem, hogy ez a színes paletta, ez nagyon jó, és akkor reméljük, hogy itt is jövőre sikerül esetleg olyan különlegességet elhozni, amit ma nem, hiszen önök egy kreatív család. Akkor azt kívánom, hogy találkozzunk az 5. úgy, hogy valami újdonsággal, vagy esetleg valami rekorddal rukkolnak elő. Köszönjük szépen, igyekszünk teljesíteni. Kálmán Imrénével beszélgetünk, hiszen az arató felvonulás meg volt, ilyenkor már ön is egy picit megnyugszik. Az időjárás is kegyes volt hozzánk, hiszen csak pár cseppesővel mutatta meg, hogy milyen rossz idő lenne, de gyönyörű idő lett. Tényleg megnyugodott már egy kicsit, hogy minden simán level? Igen, borzasztóan izgultam, mert ugye ez a 23. alkalom, hogy felvonulásunk van. És az ember, mikor hónapokat készül, meg erősen heteket készül rá, egyfolytában azon gondolkozik, hogy minden nagyon jó, minden nagyon szép, csak az eső ne zuhogjon ezen a délutánon. És most is kegyes volt hozzánk, mert még eddig egyetlen egy felvonulásunkat nem mosta el eső. Reméljük, hogy a 24. is így lesz majd. Láttunk azért újdonságokat, láttunk megszokott dolgokat, mindig igyekeznek valami újat is hozni a karcagi közönségnek. Így van, mindig törődünk azzal, hogy egy kicsikét újítsunk, hogy egy kicsikét gondolkozzunk, hogy mit is tudunk újból csinálni, vagy egy újat létrehozni. Hagyományról van szó, hiszen az 1980-as években indult ez a dolog, hogy összedugta néhány fiatal a fejét, és azt mondta, hogy csináljunk egy olyan rendezvényt, ami nem csak a fiatalokat, de az idősebb korosztályt is megfogja. És akkor jutott az eszünkbe, hogy legyen arató felvonulás. 1986-ban csináltuk az első arató felvonulásunkat, és arra gondoltunk, hogy talán hagyományt teremtünk ezzel a rendezvénnyel Karcagon. Nem gondoltuk, de ma 2014. augusztus 20-át írunk. És hagyomány lett? Igen, hagyomány lett. És erre nagyon büszkék vagyunk.
Reméljük, hogy jövőre is lesznek újdonságok, hiszen azért a kreatív csapat az ön mögött van, és azt hiszem, hogy nem sok város mondhatja el, hogy kicsik, idősek, nyugdíjasok. Tehát ilyenkor mindenki egy csapatként dolgozik, és tényleg készülnek előtte, szépen ruhákat készítenek, varnak, beöltöznek, és minden olyan dolgot előkészítenek, ami a régi aratásokra emlékeztet. Így van, nekünk is vannak ötleteink, de ma több ötletet is hallottam, és miniszter úr is mondott egy nagyon jó ötletet, ami megfogta a fejemet, és azt mondtam, hogy igenis, végül is meg lehet valósítani. És jövőre azokat a javaslatokat, amit eddig adtak nekünk, meg ami nekünk is eszünkbe jutott útközben, remélem, hogy meg tudjuk valósítani. Valóban igaz. Egészen óvodásoktól 83 éves volt az vagy a legidősebb felvonulónk, igenis részt vesz benne minden korosztály, és ez nagyon-nagyon jó dolog. Én akkor sok-sok összedugott fejet kívánok önnek, hiszen azért még nagyon-nagyon sokat kell azon gondolkozni, hogy a 24. is jól sikerüljön. Én sok erőt és kitartást kívánok önnek ehhez. Köszönöm szépen, és kívánom a televízió munkatársainak, hogy még sokszor találkozzunk augusztus 20-án. Köszönjük szépen! Mögöttünk a színpadon a Jászsángi együttes játszik. Szepesi Tibor megbízott igazgatóra beszélgetünk, hiszen már mondhatjuk, hogy visszafele számoljuk a hatnapos nagykunsági kulturális napokból az órákat, de azért még van jó néhány rendezvény hátra. Hogyan értékeli az elmúlt napokat? Az időjárása nem lehetett panaszunk. Szeretettel köszöntöm a televízió nézőket. Valóban a hátam mögött épp a folklórműsor, a kenyérszentelés utáni folklórműsor zajlik, ahol a Jász Néptánc Együttes, a Jász Kíséri Néptánc Együttes, utána a Kiskunhalasi Néptánc Együttes, majd pedig a Karcagi, a Nagykunsági Néptánc Együttes, tehát kapcsolódik ahhoz a egész végig vonuló, nagykunsági kulturális napokon végig vonuló elképzelésünk az, amely a hagyományőrzés, a hármas kerület kultúráját, nép dalait, néptáncait, hímzés, csipke kultúráját hivatott bemutatni, és valóban még utána itt a színpadon a könnyű zenéjé, a kötetlen szórakozásé, majd pedig a tűzijátéké lesz a főszerep még a mai napon. Azt hiszem, hogy több százan dolgoztak előzetesben is, és most itt a hat nap alatt is, hogy minden nagyon jól sikerüljön. Így van, hiszen nem kevés programot bonyolítottunk le, nem kevés helyszínen sikerült ezt a hat napból álló 23. nagykunsági kulturális napokat megszervezni, megrendezni. És ha értékelni kell valóban az idei kulturális napokat, akkor azt gondolom, hogy méltó az előző rendezvényekhez, az előző évek rendezvényeihez, hiszen sokrétű könyvbemutatókból, kiállításokból, folklórműsorból, a hagyományos aratófelvonulásból, a kenyérszentelésből. És azt gondolom, hogy minden olyan programból sikerült összegyúrnunk az idei rendezvényt, amelyre mindenkit megtalálta a ő szívéhez legközelebbit, és azt gondolom, hogy mindenki úgy gondolhat vissza erre a hat napra, hogy valóban egy gyönyörű kulturális napokat zártunk. És hát azért szóljunk arról a három kiállításról is, ami ez a hat nap alatt nyílt meg. Ez is kötődik, ahogy ön elmondott, a hármas kerülethez, hiszen a csipke készítőktől a hímzőkig ők az ifjúsági házban tekinthetők meg, Györfi Istvánra emlékeztünk a múzeumban, és hát a Bráda család pedig a Délinék Kulturális Központban mutatkozott be. Így van, mind-mind nagy sikerű rendezvény megnyitóján elég sokan voltak, és azt gondolom, hogy mindenki elégedett lehetett, hiszen mind a hármas kerület hímzés és csipke kultúráját bemutató kiállítás, mind a hozzá kötődő konferencia azt bizonyítja, hogy a hagyományoknak igenis folytatódnia kell, és át kell adni azt a tudást a fiataloknak, amely felhalmozódott azokban a szakemberekben, akik ezt az utat választották. A Bráda család kiállítása pedig azt a hagyományt volt hivatott folytatni, amelyet ugye tavaly kezdtünk el a Karcagról elszármazottak művészek bemutatkozásával. Ebben az évben a Bráda család művész tagjait, az édesapát, a feleséget és a két leányt köszönthettük a Délinék Kulturális Központban. Györfi István születésének 130. évfordulójára pedig a Györfi István Nagykun Múzeum valóban egy olyan kiállítással készült, amely Györfi István fiatalkori kutatásait mutatja be, amelyet ugye nem olyan régen még Budapesten került kiállításra, és most rögtön utána itt Karcagon sikerült bemutatni a nagyközönségnek.
Annyit azt hiszem, hogy önt ismerve elmondhatom itt zárszóként, hogy nem fognak sokáig idézelve téve ülni a babjegyeikon, hiszen azért még a lovasnapokra készülnek gőzerővel, hiszen az a következő ilyen nagyobb rendezvény, de gondolom, hogy utána pedig elkezdik szervezni a 24. nagykunsági kulturális napokat, hiszen azért az, hogy minden ilyen klappul és nagyon jól menjen, ahhoz azért több hónapos előkészítés kell. Valóban mindenképpen el kell mondani azt, hogy az idei kulturális napok is nagyon nagy előkészítés után, nagyon sok támogatónak, pályázatnak köszönhetően tudott megvalósulni. Ezekkel a pályázatokat természetesen el kell számolni, figyelni a következő pályázati kiírásokat, időben elkészíteni. Én bízom benne, hogy a jövőre is legalább ilyen színvonalas kulturális napokon vehetünk majd részt. Ami a további rendezvényeket illeti, még a nyári rendezvényeinkből is van hátra néhány rendezvény, hiszen kerékpártúrák, szabadtéri mozim, illetve a szimfonikus zenekar vonós együttesének további fellépései várhatóak majd. Utána pedig a következő nagy rendezvény valóban szeptember végén a lovasnapok rendezvénye, de azt gondolhatom, hogy az ősz sem fog majd sokkal kevesebb rendezvénnyel eltelni, hiszen nem sokára meghirdetésre kerül szeptember elején egy Olaszországból érkező vonós együttesnek a fellépése, amely közösen a Nagykun Honvéd bandával fog föllépni. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok és nagyon színes kulturális programmal várjuk még a karcagiakat ebben az évben. Köszönjük szépen, akkor önnek és a munkatársainak pedig kitartást és sok-sok erőt kívánunk ezek megvalósításához. Köszönjük szépen!